tó, Újfehér tón, szeretnék szabályozott mederbe terelni a sok gondot okozó belvizet a településen. Razzia az autópályán, a buszokat és a kamionokat ellenőrzik ezen a héten a rendőrök. Gyógyszer vagy méreg, komoly gondot okozhat egy lejárt pirula, érdemes átnézni a házi patikát. Országos átlagban emelkedik, Nyíregyházán viszont stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben nem várható a megyében jelentős növekedés a fertőzöttek számában. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Megyénkben az elmúlt egy napban 87 új esetet azonosítottak, így a fertőzöttek száma 18.677 főre emelkedett. Folytatódott a 80 év felettiek oltása, a hét második felében pedig a 60 év felettiek oltását is elkezdhetik. A jelenleg rendelkezés álló 4 vakcina, a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és az orosz Sputnik oltóanyag valamelyikével. Igazi tava lehet a jövőben Újfehértónak. Hosszú József polgármester azt mondta a Kölcsey Televíziónak, hogy a minden évben jelentkező belvizet szabályozott körülmények között tartanák meg, amit később öntözése és szabadidős célokra, például horgászatra is használhatnának a helyiek. A városi belterületeket viszont védenék. 3 beruházás is indul a közeljövőben a csapadék elvezető rendszer bővítésére Újfehértón. Vízben állnak a villanyoszlopok Újfehértó határában. Több mint 100 hektárt öntött el a belvíz a város déli külterületén. Erre a földre most nem tudnak munkagéppen rámenni, pedig a műtrágyázást most kellene elvégezni. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen az érintett tulajdonosoknak. A belterületi és a külterületi utak védelmében 3 beruházás is indul, amely a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítését és bővítését szolgálja. 2 nyertes pályázatunk van, amiből az egyik már kivitelezési szakba kerül, akár ahogy elindul a jobb idő lesz, és tudnak kimenni a területre a szakemberek. Egy másik pályázatban a közbeszerzés eljárás folyik, illetve múlt héten nyújtottunk be még egy pályázatot, mert a városnak sajnos még mindig lesznek olyan pontjai, ahol a csapadékvíz komoly gondot okoz a lakosságnak. A madarak már felfedezték maguknak az ideiglenes tavat. Az önkormányzat azt szeretné, ha a most felgyűlt vízmennyiség szabályozott körülmények között megmaradna a településen. Olyan belvíztározó tavat hoznának létre, amelyből öntözni és horgászni is lehetne. Abban is vannak már előrehaladott tárgyalások, hogy esetlegesen valami vízvisszatartó projekt keretében az itt felgyelmezett vizet későbbiekben helyben tartsuk, és akár turisztikai, akár öntözési célra felhasználjuk, hiszen a fejetői gazdák nyáron, meg szerintem a megyében, meg az országban más is nyáron arra panaszkodnak, hogy kevés a csapadék. Ha meg tudnánk azt oldani valamilyen formában, hogy szabályozott keretek között itt tartjuk a vizet, akkor úgy gondolom azzal is ismét segítenénk egyrészt a gazdákat is, másrészt pedig a lakosságnak egy komoly turisztikai látványossága is lehetne, akár horgász, akár szabadidős tónak lehetne használni ezeket a fölösleges vizeket. Újfehértó Nyíregyháza után a második legnagyobb külterülettel rendelkezik a megyében. Fejlesztéseikkel azt szeretnék elérni, hogy hosszú távon csak ott legyen víz, ahol nem okoz kárt. Az ilyenkor megjelenő belvíz pedig egész évben segítségére lehet a lakosságnak Újfehértón. És még egy rövid hír Újfehértóról, szénmonoxidtól lett rosszul egy lakó saját fürdőszobájában hétfőn a városban. A helyi önkormányzati, valamint a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Nyílt égésterű gázbojler és gázkonvektorok üzemeltek az ingatlanban, ahol a tűzoltók mérései kimutatták a szénmonoxid jelenlétét. A mentők 3 embert kivizsgálásra kórházba szállítottak. A gázszolgáltató szakembere kizárta a szolgáltatásból az ingatlant, amelynek fűtése más módon nem megoldott, így az ott lakó összesen 5 fő rokonoknál helyezkedett el. Az épületben egyébként nem volt szénmonoxid érzékelő. Razziát indított a rendőrség a buszok és a teherautók ellenőrzésére. Elsősorban az iratokra és a rakományra figyelnek az egyenruhások, de nézik a pihenőidő betartását is. Ma az M3-as Kálmánházi pihenőjénél ellenőriztek a megyei rendőrök. Egy cseh kamionsofőrt szondáztatnak a rendőrök az M3-as autópálya Kálmánházi pihenőhelyén. Előtte már ellenőrizték a vezető jogosítványát, a jármű dokumentumait és műszaki állapotát.
A RoadPol elnevezésű nemzetközi közúti ellenőrző sorozatba Magyarország is bekapcsolódott, így a hatóság a következő napokban szúrópróba szerűen razziázik Szabolcs-Szatmár Bereg megye legforgalmasabb tranzitútvonalain. Természetesen nem csak a vezetési idő, ami a cél, illetve a pihenőidőnek az ellenőrzése, valamint a veszélyes közúti áruszállítása kapcsolatos magatartási szabályoknak megtartását ellenőrzik a kollégáim, hanem az egyéb jogsértő cselekményeket is, ami párhuzamosan jelen lehet a járművezetők esetében, akár az ittasság ellenőrzés, ami minden esetben kötelező természetesen, menetokmányok, vezetői engedélyek, bármilyen, ami felmerülhet az ellenőrzés során. Attól függ, hogy milyen ellenőrzés ennek a kimetele, annak a függvényében kapnak szankciót az állampolgárok, illetve a gépjárművezetők. Ezzel párhuzamosan egy másik akcióban a rendőrök embercsempészek után is kutatnak, így a kamionok rakodó tereit is átvizsgálják. Bár a közúti ellenőrzés a buszokra is kiterjed, manapság a járványhelyzet miatt jóval kevesebb jár belőlük az utakon. Éppen ezért ezekben a napokban főleg a teherfuvarozók számíthatnak arra, hogy megállítják a rendőrök. A leggyakoribb szabálysértések a veszélyes áruszállításra, illetve az áruszállításra vonatkozólag vannak, ami előfordul az ellenőrzések során. Itt a rakományok nem megfelelő rögzítése, illetve a letakarása, hogy nem megfelelően van lekonyvázva mondjuk egy gyömlesztett áruszállításánál. Ez ami előfordul általánosságban a kamionokra vonatkozólag. A személyszállítás vonatkozásában nem feltétlen szokott előfordulni ilyen jellegű, esetleg ott a gumiabroncsokkal kapcsolatos egyéb jogsértések állapíthatóak meg, ami szintén eljárás vonhat maga után adott helyzetben. Az osztályvezető hozzátette, a pihenő idővel való manipuláció ma már sokkal nehezebb. A sofőrök ugyanakkor időről időre találnak új megoldást, például az útdíjfizetőrendszer kijátszására. A kamionokra és buszokra kiterjedő ellenőrzés vasárnapig tart, a RoadPol azonban más formában folytatódik. A rendőrség célja, hogy folyamatos jelenlétével megelőzze és csökkentse a közúti balesetek számát. Jelentősen sikerült lecsökkenteni az iskolai lemorzsolódást a Máté Szarkai Szakképzési Centrum tagintézményeiben. Mindehez egy közel 500 millió forintos Európai Uniós pályázat nyújtott segítséget. A középiskolák a támogatásnak köszönhetően eszközöket szereztek be, felújították épületeiket és továbbképzéseken vettek részt. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum 5 Szabolcs-Szatmár Bereg megyei középiskolát működtet, tagintézményei Máté Szalkán, Nyírbátorban és Nagykálóban találhatóak. A szakképzési törvény átalakítása újabb és újabb feladatok elé állította a fenntartókat. Ehhez az állam 450 millió forintot biztosított a Máté Szalkai Szakképzési Centrum részére. A projekt 3 éves megvalósítási ideje a közelmúltban ért véget, melynek eredményeiről a tagintézmények online formában számoltak be. Megcéloztunk egy 2,9-es lemorzsolódás csökkentést, ugyanis az Európai Unió tagállamai közül, ha hátulról veszük a listát, bizony Magyarország hátulról a 6. helyet foglalja el, több mint 10%-os lemorzsolódással, és az Európai Unió elvárása az, hogy 10%, vagy az alá csökkentsük ezt a számot. A projektnek köszönhetően a centrum intézményeit alapulója nekünk 6,59%-a, tehát majd 7%-a sikerült csökkenteni a lemorzsolódást, majd háromszorosan teljesítettük túl azt a tervet, amit magunknak megfogalmaztunk. A beszámolón elhangzott, a pályázat keretösszegéből összesen közel 150 millió forintot fordítottak az iskolák eszközbeszerzésre és informatikai eszközök fejlesztésére. A pedagógusok képzése, illetve továbbképzése mintegy 60 millió forintba került, az építési beruházások pedig nagyjából 15 millió forintot vettek igénybe. Az intézmény kancellárja elmondta, a hátrányos helyzetben élő roma tanulók felzárkóztatására is nagy hangsúlyt fektettek. Roma mentorokat foglalkoztattunk, különböző programokat dolgoztunk ki arra vonatkozólag, hogy ez a szegregátum is jól érezze magát az iskolánkban, és az egész életre való tanulásnak a kompetenciáit próbálja majd magáévá tenni. És mindenkire vonatkozott az a megfogalmazott cél is, hogy az alapkompetenciákat, illetve azokat a szakmai készségeket, amelyek a szakmai képzéshez szükségesek, azokat a tanulóink minél hamarabb megszerezzék, és ennek birtokában legyenek. A kancellár hozzátette, a határon túli kapcsolatépítés területén is sikerült előrelépni. A szakképzési centrum évek óta partnerségi viszonyban áll a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc főiskolával. Az elmúlt években a két intézmény összehangolta oktatását, és mind az oktatók, mind a tanulók rendszeresen szerveztek egymáshoz szakmai látogatásokat.
Helyi és nemzetközi partnerek bevonásával oktatói programot dolgoz ki a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Kara, az egészségturisztikai oktatás fejlesztése, átszervezése, a hallgatók külföldi tanulmányi és későbbi munkavállalási lehetőségeinek erősítése érdekében. A képzések átalakításával a járvány okozta kihívásokra is választ próbálnak adni. Hazánkban is nehéz helyzetbe kerültek a turizmusban és vendéglátásban dolgozók a szektort érintő korlátozó intézkedések következtében. Az újranyitás időpontjára nem csak a vállalkozások, hanem azok a felsőoktatási intézmények, egyesületek és cégek is készülnek, amelyek idegenforgalmi képzésekkel foglalkoznak. Ezeket is újra kell ugyanis szervezni a pandémia hatásai miatt. Ezt is az egészséges élet elérését tűzte ki célul az a 3 éves projekt, amely mások mellett a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem összefogásával valósul meg. Elindításakor az elsődleges cél egy olyan weboldal létrehozása volt, amely hazai és külföldi cégek bevonásával igyekszik majd segíteni az egészségturisztikai szakok hallgatóinak tanulmányaikban és kötelező gyakorlati idejük teljesítésében. A második célunk az pedig olyan képzéseknek a létrehozása, vagy a képzéseinknek a fejlesztése, ahol az egészségügy, az egészséges életmódot próbáljuk tudatosabbá tenni a turisztikai rendszerek által, közvetíteni azokat az egészségügyel, egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteket, amelyek felhalmozódtak nálunk itt az egészségügyi karon. Itt lehet érteni akár egészséges táplálkozástól kezdve a mozgásnak a fontosságát hangsúlyozva. A képzéshez kapcsolódó angol nyelvű anyagok, gyakorlatok fejlesztése is a projekt része. Cél, hogy ezek a háztartásokhoz is eljussanak, és a lakosok is használhassák őket. Fontos ugyanis, hogy az egészségtudatosság az egyéni szemléletmódban is megjelenjen, előbb az otthonokban, és aztán majd egy-egy turisztikai célpont felkeresésekor is. Ezeket a módszereket építik be az egészségturisztikai szakemberek nyíregyházi képzésébe is, amelyhez helyből próbálnak minél több partnert találni. Azoknál a vállalatoknál, amelyek majd a hallgatói tanulmányi helyeket biztosítják, elsődleges, hogy a helyi vállalatok, cégek, hotelek azok, akiket meg tudunk közvetlenül keresni, és megkeresve őket integrálni ebbe a projektbe, ajánlani tudnak a külföldi vagy magyar hallgatók számára olyan gyakorlati helyeket, ahol ők is esetleg tanulhatnak a hallgatóktól, és egy közvetlen a felsőoktatás és a vállalati szféra közötti közvetlen kapcsolat alakulhat és erősödhet. A napokban tartották meg a program első szakmai találkozóját. A további rendezvényeket online formában fogják lebonyolítani a járványhelyzet lecsengéséig. A projektben részvevők tervei szerint a kidolgozás alatt álló rendszer előkészíti a turisztikai ágazat fellendülését, a hallgatók mielőbbi munkába állását és az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteket is fejlesztheti. Rossz hír a járművezetőknek, a vártnál is erősebb áremelkedés jön a töltőállomásokon. Egységesen és jelentősen 6-6 forinttal drágul szerdán, mind a 95-ös benzin, mind a gázolaj. A hét derekától így előbbi átlagára már 394, utóbbié pedig 410 forint lesz literenként. A folyamatok, ahogy felfelé ívelőben van az olajára, már ennek köszönhettük a múlt péntek áremelkedést is, amely a benzin esetében 2, a dízelnél 3 forintos többletet jelentett. A rekordoktól persze még így is messze vagyunk, a benzin ára 2012. április elején ért el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Gyógyír a bajban, de méreg is lehet a gyógyszer. Attól függ, hogy a szavatosság idején belül vagy azon túl vesszük be. A lejárt gyógyszereknek komoly egészségkárosító hatásuk lehet. Ezért érdemes a házi patikát időről időre átnézni, és a szavatossági időn túli pirulákat visszavinni a gyógyszertárba.
Természetes lendülettel veszi ki a gyógyszerész a készítményt a fiókból. Nem kell a dobozon feltüntetett szavatossági idővel foglalkoznia, hiszen az eladó térben csak a beszedhető pirulákat tarthatják. A gyógyszertörvény értelmében a gyógyszertár működtetője a forgalomban már nem hozható, nem megfelelő minőségű, lejárt gyógyszereket környezetvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles megsemmisíteni. Saját otthonunkban található házi patikánk tartalmáért azonban mi felelünk. A dobozon lévő dátum jelzi számunkra a hatóanyag biztonságos felhasználásának határidejét, a lejárt gyógyszereket tilos beszedni, komoly egészségkárosító hatásuk lehet. A gyógyszereket addig lehet biztonságosan felhasználni, ameddig a dobozokon, illetve a csomagoláson jelzett lejárati idő ezt megengedi. Abban az esetben, hogy ezt az előírásoknak megfelelően tárolják, gondolva itt arra, hogy bizonyos gyógyszereket hűtőben kell tartani, jellemzően ezek szirupok, illetve esetleg injekciók, vagy szobahőmérsékleten, ami úgy nagy általánosságban vonatkozik a gyógyszerekre, ezek általában tabletták. Itt azért érdemes azt megjegyezni, hogy ebben az esetben a szobahőmérsékleten özendő egy gyógyszer, akkor azért arra figyelni kell nyári időszakban, ne maradjon autóban, táskában, ne ére közvetlen napfény. Tehát ez a szobahőmérséklet nagyjából 25 fokig tart. Dr. Zajácz Tamás elmondta, a gyártók a gyógyszerek lejárati idejének meghatározásakor szigorú szabályokat követnek. Megvizsgálják, hogy egy adott készítmény mennyi ideig hatékony, mennyi idő után keletkeznek olyan bomlástermékek, amelyek egészségkárosító hatásúak, illetve a hatóanyag mikor csökken olyan szint alá, amikor az elégséges mellékhatások előfordulási esélye magasabb, mint a készítmény által kiváltott jótékony hatás. Ha ilyen gyógyszerrel találkozunk az otthonainkban, forduljunk a gyógyszertárhoz. Magyarországon minden közforgalmi gyógyszertárban van lejárt gyógyszergyűjtő hulladék gyűjtődoboz. Ezek az egyik gyógyszer nagykereskedő által karbantartott dobozok, ami azt jelenti, hogy időszakosan ürítik, illetve újakat hoznak. Ezekbe a dobozokba lehet visszahozni a lejárt gyógyszereket, és ezeknek a megsemmisítéséről utána biztonságosan gondoskodnak. 2005-ben indították el az országban a rendszerezett gyógyszer hulladék visszagyűjtési programot, és évről évre folyamatosan nő a gyűjtőpontok száma. Napjainkban mintegy 3000 gyógyszergyűjtő van kihelyezve az országban. Kiesett a Magyar Kupából a Tarpai futballcsapat. A megyei első osztályú együttes a sorozat 8. fordulójában a DVTK-t fogadta, és az NB1-es vendégek 3-0-ás győzelemmel léptek a következő körbe. 20 arany, 21 ezüst és 15 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói saját rendezésű meghívásos versenyükön. A városi úszodában a legkisebbektől kezdve a felnőttekkel bezárólag 9 klub versenyzői álltak rajtkőre. Hetvennégyszer hangzott el a vezényszó és a rajtot jelző sívszó szombaton a Nyíregyházi Városi Úszodában, ahol első alkalommal rendeztek hivatalos úszóversenyt. A házigazda Nyíregyházi Sportcentrumot 50-en képviselték, rajtuk kívül 8 klub színeiben még közel 120-an álltak rajtkőre. Mivel nagyon sokan több számban is indultak, 680 nevezést kellett regisztrálniuk a szervezőknek. Az első olyan versenyünk, hogy a Magyar Úszószövetség engedélyszámmal engedélyezett, bejelentett hivatalos versenyünk, technikai nehézségek ellenére. Mi úgy döntöttünk, hogy egy teszt jelleggel hirdetjük ezt meg a versenyt. 8 egyesületet hívtunk meg, Debrecenből, Ózdról, Miskolcról jött 2 csapat is, Gyöngyösről és 60-ból hívtunk versenyzőket. Van, akik nagy szeretettel és nagy csapattal jöttek, 50-60 fővel, van, akik csak néhány fővel. Én úgy gondolom, hogy ez a verseny nagyon jó teszt lesz arra, hogy az úszodának azt a technikai gondjait, nehézségeit, ami egy verseny alatt merül föl, itt meg tudjuk majd oldani. A nyíregyházi úszók közül a válogatott Szurovcsák Ivet válsérülését követően még nem állt rajtkőre, versenybíróként tevékenykedett. A szintén válogatott Hatházi Dóra a márciusi felnőtt országos bajnokságra szeretne a legjobb formába kerülni, mivel azon kvalifikálhatja magát a hazai rendezési májusi Európa-bajnokságra. Most már kezdem jobban érezni magamat a vízbe, és ezt a 400 pille is bizonyította, ugyanis egy 4.43-as időt sikerült úsznom, ami úgy gondolom, hogy egész jó. Barna Bianca az elmúlt év őszén 4 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet szerzett a serdülő bajnokságon. Urvin Tamás és Kovács Rita tanítványa Tajti Milánnal együtt bekerült a Heraklész bajnok válogatottba. A 15 éves versenyző elsősorban a korosztályos megmérettetéseken szeretne jól szerepelni, de a felnőtt bajnokságon is megcélozza a döntőt egy-két számban.
nagyon jó időeredményeket értem el. A 400 gyorsan sikerült javítanom 6 másodpercet, a 200 vegyesen most pedig az egyéni csúcsomhoz közel úsztam, úgyhogy most nagyon örülök. Az egyre jobb eredményeket elérő Veres Fanni nem édesapja sportágát választotta, a korábbi sokszoros válogatott Veres Péterrel ellentétben nem a röplabdapályán, hanem a medencében érzi magát a legjobban a 16 éves versenyző. Azért az úszás sportot választottam, mert gyerekkoromban volt egy elég komoly betegségem, csípőficammal születtem, és a gyógyúszást kezdtem el általános iskolában a csípőm egészségi állapota miatt, és így lett belőle a versenyúszás, mert az előző edzőim azt mondták, hogy hát jó vagyok benne, tehát hogy kéne folytatnom magasabb szinten. A nyíregyházi úszók összesen 56 érmet szereztek a versenyen. Mint Urbin Tamás elmondta, két szomszédmegye sportági vezetőivel egyeztetve életre hívnak egy sorozatot. Így a jövő hónapban Debrecenben, majd márciusban Miskolcon mérik össze tudásukat az úszók, aztán ismét Nyíregyháza következik. A tervek között szerepel még a Szabolcs Kupa újbóli megrendezése, így ősszel ismét nemzetközi úszóversenynek adhatna otthont Nyíregyháza. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, de már csak néhány mondatban. Igazi tava lehet a jövőben Újfehértónak. Azt tervezik, hogy a minden évben jelentkező belvizet szabályozott körülmények között tartják meg, amit később öntözésre és szabadidős célokra, például horgászatra is használhatnának a helyiek. A városi belterületeket viszont védenék, 3 beruházás is indul a közeljövőben a csapadékvízelvezető rendszer bővítésére Újfehértón. Razziát indított a rendőrség a buszok és a teherautók ellenőrzésére. Elsősorban az iratokra és a rakományokra figyelnek az egyenruhások, de nézik a pihenőidő betartását is. Ma az M3-as Kálmánházi pihenőjénél ellenőriztek a megyei rendőrök. Jelentősen sikerült csökkenteni az iskolai lemorzsolódást a Máté Szalkai Szakképzési Centrum tagintézményeiben. Mindehez egy közel 500 millió forintos Európai Uniós pályázat nyújtott segítséget. A középiskolák a támogatásnak köszönhetően eszközöket szereztek be, felújították épületeiket és továbbképzéseken vettek részt. Önök február 9-én, kedden a Kölcsey Televízió híradóját látták. Híradóval legközelebb holnap várjuk majd ismét önöket. Híreinket pedig addig is internetes oldalunkon elolvashatják, de számos érdekességet találnak közösségi oldalunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Szerda reggelig átmenetileg felszakadozik, csökken a felhőzet. Eleinte még eső várható. A változó irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul. Szerdán napközben eső, ónos eső egyaránt várható. A délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2-8 fok között alakul. A következő napokban is változékony időnk lesz, több alkalommal várható csapadék, csütörtökön markáns lehűlésre számíthatunk, több helyen erős, viharos szél kíséretében.